Jó napot kívánok! Itt a Fordocskánk, egy Ford Focus ráadásul, és egy 1.4-es benzines, nagyon szép csendesen jár, egyenletesen, szerintem ez rendben is volna, viszont el kell mondanom egy nagyon fontos dolgot, az autóban teljesen új, friss a vezérlés, tehát vízpumpa, feszítő, szíjak rajta újja, ez nagyon fontos, az akkumulátor szintén új benne, garanciális, aztán ami nagyon fontos és nem látjuk megint csak, vadonatúj kuplunk szett van benne, ami megint csak egy igen költséges mulatság, hogyha meg kéne csinálni, de ez meg van rajta csinálva. És a másik fontos, még harmadsorban, negyedsorban, hogy az autóban most lett cserélve nemrég olajak és szűrők, tehát légszűrő, olajszűrő és az olaj. Tehát nyugodtan merem ajánlani mindenkinek, egy teljesen leszervizelt autót nézünk. 1999-es, leesett ez a keretünk. Tehát 1999-es az autó, egy Focus kombi. Rendkívül szép az autónak a fényezése, nem volt összetörve, abszolút merjük garantálni, meg lehet nézegetni festékvizsgáló szerkezettel is. Nagyon jó gumik vannak rajta, mind a négy darab egyforma, Barum Polaris az autón, nincs rajta, mondom, karcolás sem és horpadás sem ezen a szerkezeten, hővédő üvegekkel van ellátva az autónak az üvegezése, tehát ez egy gyárilag történt meg. Ez egy kombi autó, aminek kinyitom a hátulját, de itt van egy info még nekünk, 2014 9. hó, tehát jó másfél év még van az autón műszaki vizsga. Itt a hátuljában, amit a motortérben tapasztaltunk, itt is ugyanazt látjuk, hogy nagyon szép tiszta minden, és kellemes benyomást kelt az emberben. Itt a csomagferoló, amely hibátlanul jól működik benne, jó nagy tágas, ez a kombi hátulja, és lehet dönteni az üléseket benne, amivel lehet még tágítani ezt a csomagtere, és 40-60-ba dönthetők az ülések, és innen tudjuk lebillenteni az ülésünket, a támlát. Gyönyörű plüssülés, ami nincs kiégetve szerencsére, pofás láb, szőnyegek vannak benne, elől hátul, itt is a szép plüsskerpét, nincs kiszakadva és ki sincs kopva egyáltalán. Elektromos ablakok vannak, kettő darab, elől hátul, jobbra-balra, ez működik is benne. Állható magasságú a fényszórónk, van itt egy jó kis szervokormány, ami jó benne természetesen, és kettő légzsák, itt egy és még egy, itt az utas oldalon gyári zene, ami jól szól, reméljük. Így igaz, a retro szól nekünk benne. A motorról annyit, hogy ilyen szépen veszi a fordulatot, 159.695. Erre majdnem, hogy garanciát is merünk adni. Itt van mellettem a szervizkönyve. Tehát ha indítom, akkor az autó szépen indul, minden elnőrző lámpa kialszik. A szervizkönyve pedig itt van mellettünk, és mint ahogy mondottam, most lett teljesen leszervizelve. Úgyhogy bátran lehet jönni, meg lehet próbálgatni, át lehet vizsgálgatni. Hosszú távon nyugodtan lehet gondolkodni, hiszen az autó egy rendben tartott, karbantartott, sérülésmentes kocsi. A viszontlátásra köszönöm, hogy meghallgattak.